amikor van pár szabad perced, és le tudsz ülni, vagy feküdni. Mondd el hittel, és figyeld a változásokat a további életedben. Ha tényleg oda koncentrálsz, amíg mondod, hatalmas energiamozgást érzékelhetsz. A fáradtság, a fájdalom, mind lelki, mind testi, és minden rossz, ami idáig történt veled, minden el tud tűnni. Felszabadult leszel, és sokkal jobban kell, hogy érezd magad. Miközben csinálod, lássad, vagy csak képzeld el, ahogy a darabok, mint üvegszilánkok kihúzódnak a lélekből, és felmennek a fénybe. Minden régi dolog, aki vagy ami valaha akár volt egy szerelem, csalódottság, vagy becsaptak, megcsaltak, megbántottak. Bármi, ami a múltban s jelenbe történt, mindennek lenyomata van a lélekruhádon, és egy idő után telítődik vele. Majd ettől szép lassan jönnek a betegségek és a bajok. Tehát tegyél magadért, hisz mindenki csak saját magán tud segíteni, és csak saját magát tudja meggyógyítani. Mondd utánam, kérlek, tiszta szívvel és hittel. Mindenség teremtője, elrendelem, hogy minden olyan lélekdarab, amit én, XY, valaha elhagytam, minden előző életeimben, jelen életemben, minden kapcsolatomban, legyen a szerelmi, baráti, munka, lelki, minden síkon, minden dimenzióban és a köztes létben, az a hetedik síkra az isteni fénybe menjen. Ott tisztuljon meg, majd kerüljön vissza hozzám, és épüljön be a lélekruhámba a legmegfelelőbb úton és módon. Hálásan köszönöm, amit kértem, megtörtént. Megtörtént. Megtörtént.